Jó Brody szerkesztő nevében is köszöntök minden kedves hallgatót, én Szabó József vagyok, és ez itt a Világnézet. A mai témák a kibontakozó szír-amerikai konfliktus, és az északi áramlat legújabb fejleményei lesznek. Vendégünk Somkuti Bálint, biztonságpolitikai szakértő, hadtörténész, az MCC geopolitikai műhelyének elemzője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Első körben tehát beszéljünk a szír helyzetről. Az izraeli háború kirobbanása óta 45 támadást indítottak Szíriában az amerikai katonák ellen. Ez az izraeli háború eredménye, vagy csak egy eddig jegett konfliktus kiújulása? Úgy gondolom, hogy alapvetően az amerikai jelenlét több szempontból problémás Szíriában, ugyanis semmilyen olyan politikai vagy diplomáciai előkezítés nem előzte meg, ami normális vagy amerikai beavatkozást meg szokott előzni. Névleg ugyan az iszlám állam előretörését volt hivatott az amerikai jelenlét megakadályozni Szíriában, de az iszlám államnak a lehanyatlásával sem szűnt meg, sőt, több esetben arra is volt precedens, hogy amerikai támogatásra pont az iszlamisták támadták a kormányerők állásait. Nem arról szól, hogy Bashar Assad rendszere bármilyen szempontból egy támogatásra méltó valami lenne, hanem egészen arról van szó, hogy az iszlamisták még nála is sokkal rosszabbak. Tehát az alapvető problémát az okozza, hogy sem jogi, sem egyéb felhatalmazás nincs az USA-nak arra, hogy Szíriában tevékenykedjen, és ez a helyzet meglehetősen érzékenyé teszi a pozícióját, hiszen Irakban a hivatalos kormányzat felkérésére tartózkodnak amerikai katonák az ország területén, addig Szíriában erről érthető okokból szó sincs. Na most innentől kezdve minden egyes támadás, amely az amerikai bázisokat éri, az joggal tekinthető a helyi lakosság és a helyi törvényes kormányzat ellenállásának ezzel a meglehetősen furcsa helyzettel szemben. Éppen ami azért is furcsa egyébként, hogy hivatalosan a kongresszus felhatalmazása kéne egy ilyen típusú döntéshez, azonban ezt hagyományosan az utóbbi 20-30 éve immár az amerikai elnökök hagyományosan a törvényhozó testületek megkerülésével teszik meg. Tehát alapvető problémát az jelenti, hogy van egy ilyen ex-lex állapot, amiben azok a támadások, amik most megindultak, azok csak a normát képezik. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy megnövekedtek volna jelentősen ezeknek a támadásnak a száma, egy hullámzó tendenciát mutat, hol több van, hol kevesebb. Igazából a mostani helyzet az csak egy újabb fellángolás, ami valószínűleg összekötetésben van, vagy összefüggésben van kiújult arab-izraeli konfliktussal, de semmiképpen nem mondanám, hogy egyenes következménye. És kik azok, akik ilyenkor megtámadják Amerikát? Ilyenkor nagyon nehéz meghatározni a támadás helyét, hiszen egy általában a területi ellenőrzés nagyon-nagyon kérdéses ezeken a területeken, és a legtöbbször ezek az amerikai bázisok azért eléggé a lakott területtől távol helyezkednek el. De konkrétan egy Al-Tanf nevű átkelőről tudunk beszélni, amely az Irakból Szíriába vezető fő közlekedési útvonal mellett van. Lényegében a legnagyobb átkelő volt Irak és Szíria között, amit az amerikaiak az ellenőrzésük alá vontak. És itt, illetve a kurdisztán területekkel kapcsolatban szoktak konfliktusok lenni, ahol ugye a törökök is alkalmatán támadják a kurdisztáni, vagy a kurd alakulatokat, a kurd területeket, és itt is lehetnek amerikaiak, illetve ennek a bázisnak a környékén, ami szintén egyébként többé-kevésbé kurd terület, itt is vannak ilyen típusú összeütközések. Ugye lehetetlen megmondani, hogy ki támadja őket, ez egy dolog, hogy kivállalja a felelősséget alkalmatán. Nyilván a kormányok nem szeretnének egy összeütközést provokálni az amerikai fegyveres erőkkel, ezért szinte biztos, hogy ezeket olyan csoportok követik el, akik így vagy úgy, de kapcsolatban állnak a szír állammal, illetve az ő támogató iráni rezsimmel. Jó is, hogy megemlítette Iránt, mert ez lenne a következő kérdésem. Szíriában, ha jól tudom, több fegyverraktárat is lebombázott most Amerika, ami Iránhoz köthető. Mit lehet erről tudni? Miért vannak ezek, és mik lesznek a következmények? Szíriában a sítizmushoz, a síta irányzathoz tartozó alaviták vannak alapvetően hatalmon. Ez egy viszonylag speciális feltételeket támasztó vallási irányzat, amely az iszlámon belül leginkább a 12-es iráni sítákhoz áll legközelebb. Emiatt, illetve a megváltozott a hidegháborúban, a Szovjetunió összeomlása miatt megváltozott geopolitikai környezetben döntött úgy a szír vezetés, hogy Iránnal szorosabb kapcsolatokat épít ki, és ennek következtében tagadhatatlanul van iráni befolyás Szíriában. Részben azért is, mert a síta Hezbollahot Szírián keresztül próbálják fegyverekkel, kiképzőkkel, eszközökkel ellátni, és ezeket az átrakodó központokat, ezeket a helyszíneket, ahon
ahol akár Izrael, akár az Egyesült Államok azt gyanítja, hogy iráni felszerelés érkezik, akár Szíriába, akár tovább megy Libanonba. Ezeket a célpontokat támadja rendszeresen az amerikai és az izraeli légierő is. Akkor ön szerint alapvetően Amerika most nincs közelebb egy konfliktus kiújulásához, mint amikor kirobbant az izraeli háború. Most ezt azért kérdezem, mert itt azért többen is vizionálták azt, hogy az izraeli háború miatt Amerika is belesodródhat, de akkor ezért itt Szíriában erről nincs szó. Alapvetően a realitás mindig ott van, az esélye mindig megvan egy ilyenfajta konfliktusnak, és ennek az esélyét a százalékban vagy más viszonyokban kifejezett esélyét szinte lehetetlen megmondani. Azt határozottan ki lehet jelenteni, hogy az esély megvan. Úgy gondolom, hogy egyik félnek sem érdeke a helyzet eszkalálása. Tehát tegnap is volt egy relatív jelentősebb Hezbollah támadás Izrael ellen, amire válasz a reakció nagyobb még nem érkezett. Valószínűleg a közeli napokban láthatunk majd újabb lőszerraktárak, fegyverraktárak elleni támadást, akár Libanonban, akár Szíriában. Tehát az alapvető gondot, az alapvető problémát én abban látom, hogy van egy ellenérdekeltség a felek között, de hogy ez pontosan mikor fog egy szélesebb konfliktusban megtestesülni, azt nem tudom megmondani. Úgy gondolom, hogy az a két amerikai repülőgép hordozó kötelék, amelyet a környékre vezényeltek, az elég erős ahhoz, hogy bármilyen ilyen típusú kezdeményezést elrettentsen. Ráadásul ugye Szaúd-Arábiában is, és most már Jordániában is állomásoznak amerikai vadászbombázók, amelyek szintén meglehetősen komoly tényezőket jelentenek. Tehát innentől kezdve nem gondolom, hogy bárki racionális politikai szereplő az Egyesült Államok fokozott figyelme közben szeretné érezni ezt a konfliktust. És ő mit gondol a Hezbollahról? Fogja feszíteni tovább a húrt, vagy ő is fog beszállni a háborúba? A Hezbollahnál és az összes iráni proxinál idejét, a Hamas is egyébként, azt érdemes látni, hogy amilyen viszonyuk Iránnal van, ez semmiképpen nem egy aláfölé rendeltségi viszony. Ezt nagyon egyszerű lenne így látni, és akkor így is akarják láttatni, de ez sokkal inkább egy mester és tanítványa viszony, ahol a mesternek van befolyása a tanítványra, de nem utasítatja mindenre. Tehát sokkal inkább azokat a indirekt módszereket vélem felfedezni a háttérbe, amivel a saját önbecsülésükre, a saját önképükre nagyon sokat adó közel-keleti szereplőket mozgatni lehet. Tehát Irán részéről lehetnek kérések, lehetnek bónuszok kilátásba helyezve, de nincs közvetlen jelentés a Hezbollah felett. Ezért úgy gondolom, hogy az a retorika, ami nem élesedett túl egy bizonyos szinten, azok a támadások, amik egy bizonyos szinten nem mentek túl, ez csak a szokásos, hagyományos napi ügymenetnek a részei, bármennyire is szomorú. És úgy gondolom, hogy a Hezbollahnak sem érdeke élezni ezt a helyzetet, hiszen jó esélye, ő maga sem volt fölkészülve rá. Tehát ahogy a 2006-os háborúra valamilyen szinten fölkészültek, majd Hassan Nasrallah, a Hezbollah vezetője el is mondta, hogyha tudja, hogy az izraeliek ilyen hevesen reagálnak a két katona elrablására, akkor valószínűleg nem támadta volna meg őket, vagy nem próbálta meg őket elrabolni. Ugye ebben az esetben is azt látom, hogy a Hezbollah nagyon óvatosan cselekszik, és a kötelező minimumon kívül, amit ezek a napi rakétázások jelentenek, azon túl nem bonyolódik komolyabb műveletekbe. Én nem számítok jelenleg arra, hogy élesedne a konfliktus az északi határa mellett Izraelnek. Egy kicsit hagyjuk magunk mögött a közel-keleti térséget, és térjünk rá az orosz-ukrán háborúra. Említettem, a másik témánk az északi áramlat felrobbantása lenne. Washington Postban látott napvilágot egy cikk, ami arra utal, hogy megvan az az ukrán vezető, aki kitalálhatta a felrobbantásnak a tervét. Ez ön szerint mennyire valószínű, és egyáltalán lehetséges-e? Az egész nyugati narratívával kapcsolatban nagyon komoly fenntartásaim vannak már a háború kirobbanásától kezdve. Egyrészt az a függetlenségére és objektivitására rendkívül büszke nyugati média, mondjuk itt tömeg, amelyik mértékadónak próbálta beállítani magát nagyon sokáig, az egyértelműen állásfoglalt ebben a küzdelemben. De most nem azzal van a probléma, hogy egy sajtóterméknek vannak erkölcsi alapelvei, hanem azzal van probléma, hogyha a tájékoztatása elfogult, egyirányú és kizárólagos. Tehát nem kell az orosz agresszív törekvéseket támogatni, de azokat az objektív, tényszerű helyzeteket, amik akár a fronton, akár a háborúval kapcsolatban megszületnek, ezeket elhallgatni komoly bűn. Innentől kezdve gyakorlatilag az látszik, hogy a nyugati média a politikai vezetésnek a meghosszabbított karjaként működik, sőt, meg van a kockázat, hogy a politikai vezetés mögött álló érdekcsoportnak a meghosszabbított karjaként működik.
És ebben a úgynevezett narratívát, az értelmezési keretet folyamatosan változtatja. A háború elején arról volt, hogy az ukránok minden körülmények között nyerni fognak, és a hős ukránok az agresszor és véresszájú oroszokat minden körülmények között visszakényszerítik a határok mögé. Majd most megindult egyfajta ébredés, amikor kiderült, hogy ez a narratíva katonailag nem alátámasztható. Sőt, ami igazán felháborító, ezzel párhuzamosan megindult az a folyamat, amelyben szépen lassan, de fokozatosan és egyértelműen Ukrajnára kenik az északi áramlat felrobbanását, vagy felrobbantását, ami egyébként egy terrorista cselekmény, civil infrastruktúrát ért. Viszont ez a helyzet egyértelműen Amerikának kedvez. Tehát már Biden elnök megmondta a háború kirobbanása előtt, vagy lehet, hogy utána nem sokkal, hogy nem fogja megengedni, hogy az északi áramlat 2 üzembe álljon, és utána is több olyan cselekedet és több olyan kommunikáció volt, ami arra utal, hogy bizony ezek nem az ukránok voltak, hanem az amerikaiak. Nyilván egyértelmű bizonyíték nincs. Na most egy ilyen műveletet nem olyan nehéz kivitelezni, mint sokan gondolják, de a hírek szerint kibérelt kis hajóra több főnyi profi búvár, a felszerelésük és a robbantáshoz szükséges eszközök biztos, hogy nem férnek föl. Ez az egyik fel a kérdésnek. A másik fel a kérdésnek az, hogy egy ilyen fajsúlyú, nyilvánvaló, politikai következményekkel járó támadást az a katonai szervezet, amelyik megenged magának anélkül, hogy a politikusokat tájékoztatná, az lázadást követel. Tehát azzal, hogy a figyelmen kívül hagyja azokat a súlyos következményeket, amiket egy ilyen típusú lépés jelent, ezzel akár az ukrán államnak a létét is veszélybe sodorhatja, hiszen egy elmentek és szövetséges államot támadott meg. Nem véletlen egyébként a nyugati sajtónak a mély csendje az üggyel kapcsolatban, és most kezdenek olyan részinformációk kiszivárogni, amiben egyértelműen az ukrán katonai vezetése igyekeznek hárítani a felelősséget, ami véleményem szerint a fentiek miatt egy ordas nagy hazugság. Tehát alapvető problémát az jelenti, hogy azok az ukránok, akik tényleg hűségesen harcolnak a függetlenségükért, részben egyébként nyugati érdekek mentén, azokat fogják odadobni prédának azért, hogy a saját maguk által elkövetett, és megkönnyörfalazunk terrorista támadást álcázzák vagy fedezzék. Ha van cinizmus, és van álszentség, és van aljasság, akkor ez az. De ezt miért éri meg a nyugatnak? Szerint, az én véleményem szerint is lehet, hogy nincs igazam. De hogyha most már elhallgatnák ezt az eseményt, közérdeklődés az így elmenne fölötte. Miért éri meg most újra bedobni a köztudatba? Azért, mert abból a túlságosan is felkorbácsolt, abból a túlságosan is szélsőségesen bemutatott helyzetből, amelyben az ukrán hadsereg nem sokára beveszi Moszkvát, de legalábbis a Szevasztopolra kitűzi az ukrán zászlót, abból nem lehet szépen visszajönni. Tehát gyakorlatilag azt a túlzott igényt, azt a túlzott elvárást, azokat a túlzott sikerreményeket, amelyeket Ukrajnához fűzött a nyugati lakosság, különösen az agresszor Oroszországhoz képest, azokat valahogy le kell hűteni. És miután a megígért támogatás bebizonyosodott, hogy nem fenntartható a végtelenségig, innentől kezdve valamilyen jó indok kell arra, hogy ebből a pozícióból kiálltáljon a nyugat. És mi lenne jobb indok erre, mint egy ilyenfajta támadás? Tehát az alapvető probléma, hogy még akár a motivációt el lehetne hinni, de az a gond, hogy egy olyan háttértörténetet kreáltak hozzá, ami teljesen irracionális. Meg lehet oldani a bemutatott módszerekkel egy ilyen támadást, de nem egy olyan kis hajóról, és nem olyan kevés személyzettel. Tehát ha valahol azt mondták volna, hogy valaki mondjuk egy ukrán környezetvédő csoportnak álcázza magát 40 fővel, akik bármilyen hasonló tevékenységet tesznek, akkor ezt el lehetne hinni technikai okokból, mert az úgy nagyjából reális lenne, akik merüléseket végeznek, mondjuk egy háború közepén furcsa lett volna, de most ebben nem megyünk bele. Tehát az az alapvető probléma, hogy már azokkal a körülményekkel, azokkal a feltételekkel sem foglalkoztak a saját történetük alátámasztásához, ami a szakembereket az első pillanatban kétkedésre ösztönzi. Tehát itt az alapvető probléma, hogy van egy történet, van egy helyzet, amit meg kell változtatni, és akkor szó szerint válogatás nélküli eszközökkel teszik ezt meg, amik egyértelműen, ha valami, ez egyértelműen a hátba támadásra, a szabadságért harcoló Ukrajnának. És mit tehet ekkor a politikai vezetés? Mit tehet az ukrán politikai vezetés, aki most kapott egy ilyen vádat, ugye, hogy a katonái tették ezt a terrortámadást, de igazából nem tud róla, hogy most mi újság? Igazából keveset tud tenni, és pont amiatt látszik ennek a gondolkodásnak, látszik ennek a narratívának a kettős fenekű kitalációja, és erkölcsileg szélsőségesen elítélendő, de gyakorlati szempontból, felhasználási szempontból maximálisan megsüveglendő ez a teljesítmény, ugyanis ezzel gyakorlatilag azt a fajta élesedő konfliktus lehet az ukrán katonai vezetésre rátolni,
amely a politikai vezetés és a katonai vezetés között kirobbant. Katonai szempontból az ukrán háborút hadászati, tehát stratégiai szinten és hadműveleti szinten elég rosszul vívta az ukrán fél. Harcászati szinten maximális főhajtást érdemel azért a kitartásért és azért az önfeláldozásért, hogy a hazájukat védték. De az a tény, hogy már Bakhmutot sem kellett volna megpróbálni megvédeni, hanem bőven elég lett volna a katonai szempontból a harmadik védvonalra támaszkodva állni az orosz támadásokat, és ezáltal véreztetni az orosz hadsereget. Ez a helyzet, ez gyakorlatilag a közeli napokban tovább fokozódott, több okból kifolyólag, vagy közeli időszakban tovább fokozódott. Például az ellentámadást abból a szempontból, azokkal az erőkkel nem így és nem ott kellett volna megindítani, ahol végül megindult. Tehát látszik, hogy fokozódik a konfliktus a nyugati befolyás alatt álló politikai vezetés, és a katonai szempontokat és az ukrán szempontokat előtérbe helyező ukrán vezetés között. Na most innentől kezdve a nyugatnak nyilvánvalóan az az érdeke, hogy Zelenszkij elnök minél tovább képviselje az ő érdekeit, és ebben a küzdelemben ilyen módon nyújt segítséget a katonai vezetésnek a hiteltelenítésében. Ugye pillanatra ne felejtsük el, hogy nemrégiben Zaluzsnyi vezérkari főnök közeli jó barátját egy terrorista támadásban megölték, amelyben a fia is súlyosan megsérült. Ez egyértelműen nem az orosz szolgálatoknak a művei, hiszen ők akkor Zaluzsnyit vették volna célba, hanem ez orosznak a politikai üzenet az ukrán politikai vezetés részéről. Most ha ezekhez veszük hozzá azt, ami történik, akkor már kirajzolódni látszik az az irányvonal, ami az ukrán katonai vezetésnek a megtörésére irányul. Lehet olyan célja a nyugatnak, valahogy kihátráljon ebből a konfliktusból? Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt mondanám, hogy egyre több erre utaló jel van. De azt szoktam mondani, hogy a biztonságpolitikai elemzők azt csináljuk, hogy a gyerekkorunkban rajzolt, megszámozott pontokból ábrákhoz hasonlóan próbáljuk összekötni a pontokat, és fölismerni az alakzatot, ami kirajzolódik. Igazából ezek az alakzatok, ez mindenkinek más jelentenek, ugye, hogy a Rorschach teszt is mutatja, valaki pillangót lát benne, valaki tintafoltot. Alapvetően azért jelenti a gondot, hogy nem tudunk egyértelmű választ adni erre a kérdésre. Én úgy gondolom, az én pontjaim úgy vannak összekötve, hogy ebből egy kifelé mutató nyíl rajzolódik ki, ahogy azok a jelentések, azok a történetek, amelyek korábban nemhogy nem jelentek meg, hanem orosz propagandának lettek minősítve, akár Zelenszkij elnök alatt duló korrupcióról, akár a katonai eredményekről van szó, azoknak a hirtelen megszaporodása, hirtelen és fokozatos megszaporodása egyértelműen azt a képet rajzolja fel, hogy a nyugat megpróbál kihátrálni Ukrajna támogatásából, mert az anyagi lehetőségei határához ért, Nyugat-Európa katonai lehetőségének is elérte a határait, már nincs milyen felszerelést átadni, tehát egyértelműen látszik az a vonal számomra, hogy a nyugat megkezdte a kivonulást Ukrajna mögül, az ilyenfajta történetek, mint a északi áramlat állítólagos ukrán felrobbantás is ebben az irányba mutatnak. Ha tényleg arról van szó, hogy a nyugat elérte a határát, most látjuk, hogy ezért az izraeli háború is egy olyan konfliktus forrás, illetve egy olyan terület, ahol a nyugatnak helyét kell állnia. Mire lehet még számítani a következő időszakban? Több ilyen konfliktus is kirobbanhat, hogy a nyugatnak az erejét megpróbálja, vagy merre mutatnak most a jelek? Úgy gondolom, hogy valóban van egyfajta ilyen narratívája az eseményeknek, és valóban én is arra számítok, hogy azzal, hogy Oroszország hidegháború óta hiszen másodszor, mert Grúzia 2008-ban volt az első, de hogy már másodszor száll szembe amerikai befolyási törekvésekkel, fegyverrel, ez mindenképpen az amerikai hegemóniának a megváltozását, sőt a gyengülését jelenti. Ez a folyamat, ezt azért sokan felismerik, és ennek a keretében én arra számítok, hogy például a hegyi Karabakhban és egyéb területeken is kirobbantak konfliktusok, vagy éppen a Koszovó, amely helyek közel még ellenőrzés alatt áll, vagy kontroll alatt áll. Arra számítok, hogy azok a befagyott konfliktusok, amelyek nem futották ki a pályájukat, legyen ez bármilyen szörnyű ez a fogalom, ezek a konfliktusok fel fognak lángolni. Úgy gondolom, hogy a Hamasznak a támadása nem ennek a keretében értelmezhető, hogy ott az izraeli belpolitikai megosztottság sokkal nagyobb szerepet játszott, de számtalan olyan terület van Afrikától kezdve a Közel-Keleten át Ázsiáig, amely a vélt gyengülése miatt az Egyesült Államok befolyásának föllángolhat. Most, hogy ez valós gyengülés, vagy csak vélt gyengülés, azt majd az események meg fogják mutatni, de az a tény, hogy ezek a konfliktusok évtizedekig nem látott módon hirtelen föllángoltak, szerintem az annak tudható be, hogy sokan úgy vélik, hogy az Egyesült Államok meggyengült.
És mit gondol, képes az Egyesült Államok majd menedzselni ezeket a dolgokat? Itt sokan beszélnek arról, hogy egy új hidegháború van kibontakozóban, vagy egy új hidegháborúban élünk, illetve hogy itt azért lassan beszélhetünk ilyen civilizációs háborúkról, ahol a kelet megpróbálja a nyugatot, de ez tényleg így van, és hogyha igen, akkor képes a nyugat erre megfelelően reagálni? Úgy gondolom, hogy a civilizációs háború, ez talán most még messzebb van. De az tény, hogy a nyugatnak az a fajta felfogása, amely egy Fukuyama olyan kitűnően foglalt össze, hogy a világtörténelem véget ért, az valóban gondokat okoz, ugyanis az a fajta önelégültség, kényelem és az alapvető önvédelemről való lemondás, amelyet tapasztalhatunk elsőbb Európában, az Egyesült Államokban is, sőt, Izraelben is tapasztalható volt, az egy tévút. Azért nem hiszek a civilizációs háborúkban, mert egy háborúnak mindig több összetevője van. Azért nem hiszek a vallásháborúban sem. Tehát a Hamasnak alapvetően nem a zsidókkal és nem a zsidó vallással van a problémája, hanem a területekkel és az Izrael által elfoglalt területekkel. Most ez hogy és mi történt, az egy hosszabb történet, tehát nem erkölcsi állásfoglalás volt, hanem egész egyszerűen egy olyan megállapítás, hogy a háborúknak általában összetett okai vannak. A nyugatnak kialakult egyfajta olyan kizárólagos ideológiája, ez amit én emberi jogizmusnak vagy jó emberkedés vallásának szoktam nevezni, amelyet igyekszik ráerőltetni másokra. De ami korábban a kereszténység vagy a nyugati civilizáció mögött ott állt egy állig felfegyverzett, sok szempontból vérszomjas nyugat, addig most ezt a fajta elvárást, ez sokkal inkább politikai, erkölcsi és gazdasági indokokkal igyekszik alátámasztani, amire több szempontból a világ többi része, nevezük globális délnek, már nem igazán vevő. Tehát itt inkább arról beszélhetünk, hogy a korábbi hegemón, és itt beleértem ugyanúgy Európát egyébként, mint az Egyesült Államokat, a korábbi hegemón saját hibájából meggyengült, és ezt érzékelik azok a feltörekvő államok, mint Kína, vagy azok a korábban lefelé csúszó államok, mint Oroszország, és igyekeznek a saját renoméjukat, a saját befolyásukat, a saját érdekszféreikat helyreállítani, amelyből korábban kiszorultak. Somkó Tibálitnak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. És köszönöm szépen, és viszont hallásra.